Jó reggelt kívánok mindenkinek, hát akkor ott folytatom, ahol abba maradt a dolog. Mik ezek az öregek ott hátul? Elindultam, vasárnap van Gábor kollégám megy előttem. Elindultunk Algeciras-ba, pár ezer kilométert lemegyünk. Úgy van, hogy a mai nap vasárnap van, 10 óra, 11 óra van. És hát az a cél akkor, hogy... Jaj, de rossz az út. A mai nap, tehát vasárnap... Érted ezt? Elkezdek beszélni, és a legszarabb út következik, ahol még hangom sincs. Embertelen. Majd folytatom. Na, itt megy Gábor előttem. Hát látszik, hogy milyen szar az út. Ez most marcaltő volt. Sopron fele megyünk. Na mindegy, a mai nap Ausztria és Németország a cél, és Franciaországnál alszunk határon, és akkor a hétfői nap meg a francia etap lesz. Utána meg a spanyol szerdán kell lerakodnunk. Na gyerünk akkor, hussunk! Na, átkövetkezik Sopron. Kicsit össze van húzódva a babszem, vagy hogy mondják? Mert hogy 1080 kilót kaptam, viszont a tank az üres. És most ugye a múltkor itt büntettek meg túlsúly miatt, de a hegyes halmi átjárónál hihetetlen tömeg van, ugye hogy vége vannak az ünnepek, az mindenki megy vissza dolgozni, meg a második hazájába. És ezért most megint Sopronnal, vagy Sopronnál megyek át Gáborral. És most nagyon kíváncsi leszek, hogy hány kiló lesz az autó így az 1080 kilós súlya, mert a múltkor megmértem ott Mezőkövesden, 2420 kiló volt üresen az autó, úgyhogy most akkor pont 3050-nek kéne lenni. Nagyon izgulok, rohadna meg. Hát nem tudom, hogy most túl sorsak vagyunk, vagy nem. Most a Gáborról beszélgetett a rendőre. Na, akkor most 6980 kilók vagyunk. Ketten. Na, menjünk Gabika innen gyorsan. Akkor ezek szerint megúsztuk, nem? 3400 valamennyi voltam.
Hallod? Az osztrák rendőr a másik megállított, hogy mossam le a hátsó, mi ez? Rendszámtáblát. Semmi, tehát hogy már mindenbe beleköt az osztrák, érted? Embertelen. Good morning, Starshine! Jó reggelt mindenkinek! Hát Ettenheim, Aldi parkoló, Gabika itt van mellettem, az előbb láthattátok. Letörölte az ablakot, itt áll, itt aludtunk. 9 óra van mindjárt, és hát nekifutunk, akkor Franciaország legyőzése a cél a mai nap. Elmegyünk, meghódítjuk, legyűrjük, próbálunk úgy menni, hogy a rendőr az ne büntessen meg minket ugye az alvás miatt, de erről többet nem fog beszélni. Akkor gyerünk! Azt nem tudom, hogy említettem, vagy nem említettem, de három autó megy Algeciras-ba tőlünk, tehát ugye Gábor itt van mögöttem valahol, és van még az Áron nevezetű kollégánk, vele már találkozhatok az egyik videóban, vagy találkozhattatok az egyik videóban, amikor Spanyolországból jöttünk haza együtt, vagy majdnem együtt, amikor Biarritzban tengerpartoztunk. Aztán ő meg itt van 30 kilométerrel előttünk, itt aludt az 5-ös autópálya mellett. Úgyhogy most bemegyünk hozzá, és akkor csatlakozik a karavánhoz, és akkor így hárman fogunk menni tovább. Nem kötelező a karavánozás. Igazából én nem is nagyon szeretem, mert akkor mindig a többiekhez kell igazodni, valakinek meg kell állni, pisilni, akkor a másik kettő is megáll. Én szeretem a saját tempomban autózni, majd kiderül, hogy tudunk-e menni, vagy nem. Aztán hát egy darabig megpróbálkozunk így menni hárman. Mit akartam, gyerekek? Úgy indult a napom, vagy az estém, hogy mikor eljött az alvás, készülődök föl, kiderül, hogy otthon hagytam az alvosgatyámat, a mackómat. Bassza meg, hú, bocsánat, tehát ez nagyon idegesített a drága kicsi bibikémnek. Beírtam egy hihetetlen nagy fekete pontot, mert nem adta oda, ő ki most elrakta, aztán ott is maradt szépen. Úgyhogy most ebben a tök jó pár fokban, persze a fűtésem megy, itt rövid gatyába aludni, hú, nem túl vidám dolog. Úgyhogy szerintem az lesz, hogy Spanyolországban elég sok ilyen kínai bazár van, úgyhogy megpróbálok venni kint egy ilyen hosszú melegítő nadrágot, tudjak még aludni, mert hát nyilván pizsamám az nincsen. Szóval így indult akkor. Menjünk 800 km még a benzinkút Angoulême, és akkor még onnan egy kicsi a pár száz kilométer, onnan még a spanyol határ, aztán ja, hát ez a cél a mai napon ugye Franciaország. Na gyerünk, come on baby, let's go sunshine, gyerünk, hú, energiaital osztás következik. Gabika szerzett. Hány centért vetted, Gabi? 19. Durva? Az 75 forintos energiaital. 100. Adok a Monsternek. Fizikus. Miért? Nem kérsz olyat? Ingyen van. Miért nem fogadod meg? Mit fiatal nem fogadja el ingyen? Na gyerünk! Nem értékelünk. Itt per előttem egy francia taxi, lehet látni a tetején a piros lámpát, nem tudom mennyire látszik a képernyőn keresztül, de hihetetlen erős fénye van, vakítja az embert ez a piros fény. A kérdés csak annyi, hogy miért kell ennyire erős fénynek lennie a taxin, és a zöld is ilyen szokott lenni rajtuk, tehát hogy nagyon-nagyon erős a fénye. Látszik ez ebből, amiről akarok mondani? Látszik ez? Hát ez csak egy ilyen kis francia érdekesség.
hogy a francia taxiknak ilyen fényes a lampa. Az van, hogy mindjárt fél egy meg egy van. Már azért mondom, hogy fél egy meg egy, mert Gábor megint megéhezett. 9-kor indultunk, akkor evett. Most megint megállunk, mert hát ő éhes, kicsi kocia. Ezek szerint ilyen 3-4 óránként teszik, mint egy csecsemő. Azt mondta, jó van, tehát ő 100 kiló. Megállunk fél egy-egy körül ebédelni, áron való, majd kiáll a parkolóba, azt akkor egy ilyen közös céges buli lesz a parkolóba. Már figyeld, itt vannak a kollégák, az éhes, a mindig éhes kollégák nem bírnak magukkal. Csak a zaba és csak a zaba. Gabika már integet. Hát akkor következik az ebéd. Kedvenc kajám az ebéd, mi? Gyorsan megkérdezzük, mi lesz az ebéd? Körkérdés következik, mi lesz az ebéd? Amit hoztál magadnak. Nem nekem, neked. Bassza meg. Sült csirke comb. Köszönöm, ciao. Áronka! Ahol vagy? Gyors körkérdés, mi lesz az ebéd? Rántott hús, toronyi kenyérrel. Otthoni? Aha, az a legjobb. Királyság. Na, gyerekek, meg volt az ebéd. Hát igazából én pogácsát ettem, a többiek megmondták. Áronka rántott húst, Gábor meg valami csirke, vagy pulyka hús, vagy nem tudom mit. Evett, megkínálta mindenkit pogácsával, ami nem pogácsa, babám azt mondta, hanem valami fajos tekercs, tök nem tudja micsoda. Megyünk tovább, jó? Ja. Megyünk tovább. A francia hadsereg útra kelt. Végre fogtam egy Google Street View autót, itt megy előttem Franciaországban az N70-es autó úton. Hát nem megy lassan az ember, most már 103-mal próbálom követni, hogy lefilmezzem. Hát megszegik állandóan. Itt jön Gabika mögöttem, nagyon ügyesen, profi sofőr. Jó reggelt! 81.09. Az fog. Hát miért nem volt benne semmi? Áronka. És a Gabika a sötétbe. Ennyi ment bele neked. 62-62. Jó, így nyomok egy kicsit bele, hogy... Jó lesz az. Megy az bele, még 3 liter nagyon habzik. Most fogsz kikapni. Mi? Most fogsz kikapni. 62-62. Menjen csak. Dehogy nem. Világítsa! Baszik, a folyik ki! Tényleg! Hagyjad már! Ennél jobban nem tudom megtenni. Azt a kurva! Figyelj, gazdaságosabban vezetek, mint a nagy veterán. Üzen. Ebben is jobb vagyok. Na most akkor elmegyek sírni. Tólósa! Szerintem kicsit odébb van. Na,
Nem vészes. Nincs messze. Fél óra. Na, menjünk oda aludni, nem? Menjünk. Mert itt nagyon zsúfolt minden, nem nagyon tudunk megállni. Ja, Gabika azt mondta, még egy ezres benne van. Hol van ez? És akkor holnap maradok még 1100 km. Na, ezt nem kell korán elindulni. Na, hol vagy? Fél óra innen. Még egy fél óra az, jó? Fél órás út. Nekem mindegy. Csak tudjátok? Én tudom. 4.33-as kijárat Tolosánál, jó? Szerintem menjünk. Csendes. Csendes, egy sziklafal mellett fogunk aludni. De valami volt parkoló vagy ilyen? Nem. Kell bolt? Nem. És minek a parkolója? Csak ezen. Gyerekek. Úgy érzem magam, mint a hajnal 5 óra lenne, az kb. Csak hajnal 9 van. Vagy már 9 óra van, aludtam, én vagyok a sorban az első, mögöttem Gabika, azt az mögött meg Áron. Hát egy ilyen bazinett sziklafal mellett állunk, és így sikerült aludnunk, Tolosában átjöttünk már Franciaországba. Franciaországból, Spanyolországból megúsztuk a spanyol etapot, nem találkoztunk rendőrrel, mármint olyannal, aki megállított volna. Határ is sima liba volt, nem volt senki, esik az eső, illetve havas eső esik. Próbálom megmutatni. Nem tudom, mennyire látszik, ott van fönt házikó ott, és annak a, hát egy icipicit a zöld része az már fehérlik, tehát a havas eső nem nagyon olvad el, ezek a kis apró pehelyek megmaradnak. Érdekes, hogy majd szakad egész éjjel az eső, de figyeld, a sétálók azok nem adják fel, tehát hiába van rossz idő, hideg, eső, ők sétálnak. Ott, látod, őróluk beszélek, az egészség a legfontosabb, ez a környék a legsportosabb, vagy a legsétálósabb, szerintem. Na, mindegy, ez van. Most akkor beköszöntem a Gabinak is, Áron is idejött az előbb, hogy ő is főkelt már. Az első mondatú mind a kettőnk az volt, hogy oké, gyorsan eszem, azt mehetünk. Egyfolytában szabál. Most eszik, figyelj, reggeliznek, aztán egy órakor nyavajognak, meg kéne állni ebédelni. Egész nap csak a zabal, én ezt elértem. Gyerekek, én nem meg vagyok itt két műzlire. Sportosak. Hát tudod, nincs mese, érted? Futni kell, hát futni kell. Hát feljöttünk 600 métert, 650-en voltunk. Tiszta hó, minden a Spanyolország. Jaj, a zene. Bocsánat, a zene úgy maradt, szóval 650 méter Spanyolország, ugye mindenki. Hát többször említettem, hogyha elcsodálkozik azon, hogy Spanyolországban hát hó van, hát pálmafák meg papagájok, nem? Hát nagyon kis részen, de igen, a legtöbb az meg hegy. Spanyolországban, tehát magasan van. Most följöttünk 650-re vagy 700-ra és sok 100 kilométerre keresztül így fogunk menni ilyen magasságban. Gyakorlatilag egy hegygerincen megyünk végig. Na csak ennyit akartam, pompázatosan szép a tájkülönben itt Navarra tartományban.
Ma haló rüsszük, hát megérkeztünk Algeciras-ba. Mögöttem látszik, azt mondja, hogy 1, 2, 4 furgon. Itt áldogálunk, 11 óra van, kedd megérkeztünk, holnap reggel kell lerakodni. Úgyhogy a magyar delegáció az jól teljesített, és nagyon ügyes volt most is. Holnap reggel 8-kor lerakodunk, aztán hát ahányan vagyunk, annyi fele fogunk szerintem menni más-más munkával. Most alvás következik, volt vacsora. Remkívül jó idő van itt Algeciras-ban. Ugye most nem látszik, de hát nem messze van Afrika, illetve itt van Gibraltár. Nemrégiben volt ugye egy videó is onnan, vagy innen. Pálmafák, kicsit fúj a szél. Amúgy a stadionnak a parkolójában vagyunk, itt vannak a nagy lámpák, de most sötét van, majd holnap reggel bemutatom, jó? Na, jó éjszakát, megyek aludni. Rám fér az alvás. Szevasz! Hello, jó reggelt! Ott 7 óra 40 van. Fél 8-kor csörgött az óra, mert 8-kor van lerakodás. De, amit mutattam, este itt állunk egy sorba. És szerinted ki kelt fel egyedül? Én. Itt alszik mellettem Áron. Meg sem mozdult még az autója, pedig már 7 óra 40 akármennyi van. Alszik Gabika mellettem közvetlenül. Meg sem mozdult a fülkéje. Mellette alszik Ricsi. Őt még nem ismeritek, az új kollégám, én se ismerem. Ő is alszik egyedül, az öreg van fönt, és nézek tátott szája. Most mi van, nem megyünk rakodni? Alszik mindenki. Mindjárt visszafekszem. Megérkeztünk a lerakóra, itt vagyunk az Arin cégnél, nem látszik most. Itt az én autóm, Gáboré. Áron már ott áll fönt a rámpán. Ott fogja leszedni a torgoncás. A lényeget. Ja, bocs. Most jön a torgoncás, erre buta fejemet mutatod. Pont most akartam készíteni riportot. Áron autójának a palettájától szabadulunk meg, éppen hopp, el is tűnik, hopp, ott van Áron, tessék. Áron, integessél az operatőr bácsinak. Hallod, de hogy valami pénzt itt nekem kiszámlázol. Nem tudok fizetni ilyenért. Kedves gyerekek, azt elmondhatom, hogy Algeciras-ban, hát olyan 12 fok körül van. Nagyjából, nem? Igen. 11-12 napfény helyett be van borulva, de nagyon jó idő van. A papagájok repkednek, bár még egyszer láttunk, de vannak, az biztos. És hát itt ilyen a tél, ezért én sírok. Meséld el, merre van ez a hely, ahol lakunk. Lakunk? Lakunk. Rakodunk. Hát a furgonban lakunk. Itt Algeciras-ban mindig máshol. Itt van Marokkó velünk szemben. Gibraltár. Apám, a hűtőtáska nagyobb biztonságban, mint a paletta. Hát az sokkal fontosabb, ne viccelj.
Na, most már akkor a Gábornak a cucca is lekerül lassan. Én megyek, kikötöm addig az enyémet, amíg a többiekét leszednek, én leszek az utolsó szerintem. Nézzük, hogy dolgozik Szili, a veterán. Maga biztos léptekkel közeledik a áruhoz. Kesztyű a legfontosabb kellék, soha ne legyen hosszos a kezünk. És van a dokument. Dokumentos. Igen, mindig csak a papírmunka, ezzel megy el az időnk. Spanyolul is tudunk, los document. Érvényes, hogy így át tudtam adni egy papírt, tehát perfekt a dolog. A kélak. Ez a szilak? Ez a szilak? Ja, szilak. My home, mi casa. Vagy amit akartok. Hát nagy lendülettel lejöttünk ide a Carrefourba, meg Aldi, Lidli, meg nem tudom mik vannak itt. És zárva van minden, gyerekek. Kiderült, hogy ünnepnap van Spanyolországban, úgyhogy nem fogunk tudni semmit sem vásárolni. Úgyhogy ha minden igaz, akkor megyünk le a tengerpartra, aztán majd holnap meg lesz vásárlási nap. Tök jó, mi? Nagyon ügyesek vagyunk, mindig ilyen sikeresek. Ha meg jó, hogy leszették a cuccot akkor.
Szia! Cici! Szia, cica! Ej, de szívem! Szia, bébi! Jaj, szevasz! Eljöttünk sétálni, ugye lejöttünk a cégtől, Palmones városkában vagyunk. Van egy ilyen sétány, ahol a folyó bemegy a tengerbe. Gabika itt van mögöttem valahol, fotóz, mint egy bolond. Minden újdonság neki, mint nekem is. Arra elnézünk, ott van Gibraltár, amiről már többször beszéltem, múltkor is voltunk itt, vagy vittelek, vagy hoztalak benneteket, illetve én, nekem már volt is szerencsém. Vannak ilyen kis csónakok, és ez megy be akkor oda a tengerhez, oda sétálunk most le, megnézzük a tengert, meg Gibraltárt, meg ilyenek, Áron és Ricsi meg már előttünk van valahol. Na, akkor sétára fel. Hol a Gáborka? Itt jön, figyelj, jön. Ott jön. Hogy érzi magát egy magyar a tengerparton? Kérdezem Waltert. Általában elég szeles az idő, de még így is sokkal esett. Várjál, mert lezuhant a szar. Jaj, valami érdekesebb van. Tehát, hogy milyen itt Algeciras-ban, majdnem Algeciras-ban, mert Palmonesben vagyunk. Majdnem Algeciras-ban. Az idő fenomenális. November mennyi van? 6? 7. 6 reggel, délelőtt van. Ott a távolban az Áron kollégánk. Bocsánat. Hőfok 12-3 fok. Csak most fúj a szél azért. De azért biztos sokkal jobban elviselhető, mint most. Én itt ki tudnám húzni a telet, simán. Én is. Tehát például enyém lenne ez a kocsma itt. Nem, Szili, neked ahhoz, hogy egy telet kihúzzál, elég ide fölverned egy sátrat. Hát ez a pálmafás itt, ez a sziget alatt, pálmafák alatt, a kis kiülő padokon én elaludnék. Én ahogy ismerlek, elég egy jó sátor. Ja, tényleg, ez a fabódé nekem tök jó lenne. Nem fúj be a szél. Nagyon különleges spanyol kutyakaka. Mennyire ügyesen szállt fel a lányzó, mi? Hihetetlen, hogy a vízben hogy föl tudta venni a talpat, aztán neki lódult. Hát ennyivel más a sportot űznek ezen a föld részen. Hát ez a szél nem fújna ennyire, akkor azt jobban bírnám, de most sajnos nagy szélvihar van. Ezt a kagylót a Szilitől kaptam, nagyon különleges. Mutatom. Jól mutatom? Jól. Mester, jól mutatom? Nagyon jól csinálod. Nagyon jó. De ezt át fogom fúrni és kiteszem a kocsiba. Nagyon helyes, és örök emlék. És a visszapillantó tükröm fog lógni belül, ami nincs. Tehát még nem tudom, hol fogom kirakni. Hát azt is csinálsz egyet. Azt is csinálom. Visszapillantó tükröt.
ezek standard kagylók. De marha érdekes, mert mint egy matrica lenne rajta, annyira szabályosak. Tehát most nincsen tiszta. Ez el van törve. Selejtes. Ezt átmeóztam, az nem jó. Már válogat. Már válogatok. Mi van miből? A hiba. Úgyhogy... Hát nem voltunk elég körültekintőek. Szedtük gyorsan, nem. Sokkot kaptunk, egyből összeszedtünk minden szart. És kiderül, hogy selejtet szedtünk. Fáradt szedtem. Szilivel. Spanyolul mi a kagyló? Los kagylos. Elfáradtunk, megszomjaztunk, ezért két kávét fogunk inni hárman. Egészségedre, Szili. Kocintunk? Na, nincsen ára, itt van a basszus, 45 euró csak. Az csak? Csak. Kommentbe írjátok már meg, ez micsoda. Miféle szerkezet ez? Nagyon okosan és ügyesen annyi volt, hogy akkor törölték a rakodást.